A tavalyi aszályos időhöz képest idén sokkal kedvezőbb a helyzet a kukoricaföldeken. Van, ahol már zajlik a betakarítás, ezen a területen pedig a napokban kezdik majd az aratást. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson csak csemege kukoricából 77 fajtát tartanak. A szakember szerint nem csak a termés minősége, hanem a várható hozam is jelentősen jobb a tavainál, ami idén 150 és 200 mázsa közötti mennyiséget jelent hektáronként. Még az öntözetlen területeken is közepes termésre számítanak a gazdálkodók. Az idei termés abban különbözik jelentős mértékben tavalytól, hogy most végig be vannak rakódva szemekkel, köszönet a csapadéknak, illetve az öntözetlen tavaly, viszont 2-3 centire tavaly, amikor még több is nem volt berakódva, tehát ezáltal súlyban is jóval kevesebb volt a tavalyi termés. Úgyhogy nem véletlen Magyarország, ugye világhatalom, az első három benne vagyunk a csemege kukorica termesztésbe világszínvonalon, ezt tényleg nagyon-nagyon jól csináljuk. A gazdák komoly veszteséggel zárták a tavalyi évet. A rossz termés miatti termékhiány után idén a felvásárlók már jobb áron kötöttek szerződést a termelőkkel. A képet viszont árnyalja, hogy a különböző input anyagárak jelentősen drágultak. A tavalyhoz képest jobb a felvásárlási ár, de amit az előbb említettem, hogy mivel az önköltséget lejjebb tudjuk szorítani, így jelentős mértékben növekszik az árbevétel, az egy hektárra való árbevétel, ami nyilván ugye ez a gazdáknak jelentős anyagi pluszt hoz. Nem beszélve arról, hogy sajnos ugye az input árak, tehát gondolok itt műtrágya, növényvédőszer, azok sajnos nagyon-nagyon egekig szöktek, úgyhogy nagyon meg kell gondolni, hogy mit, hogyan, meddig akár öntözést, akár növényvédőszer felhasználás, műtrágya felhasználás. Bár kétségkívül, hogyha a növényeknek nem adjuk oda a megfelelő tápanyagot, akkor nem is várhatunk termést, egyetlen egy kultúrában sem. Hazánkban jelenleg mintegy 26 ezer hektáron termesztenek csemege kukoricát, melynek egyhatoda itt Szabolcs-Szatmár-Berekben terem. Ezzel a világon is előkelő helyen áll az ország, a fogyasztásban azonban már nem állunk ilyen jól. Évente személyenként 1-1,5 kg csemege kukorica fogy. Az itthon előállított termékek 95%-a éppen ezért a külpiacokra kerül.